Több mint 40 előadás közül választották ki azt a 4-4 monodrámát és stúdiószínházi produkciót, mely végül bekerült a Most Fesztivál programjába. A nézők érdeklődése a tavalyi évhez képest idén sokkal nagyobb volt. Egyes előadásukra már hetekkel a fesztivál előtt elfogytak a jegyek. A látogatottság pedig 100% fölött zárt. Többen döntöttek úgy, hogy ezt a 4 napot teljesen a színháznak szentelik, és minden előadást megtekintenek. Hát felsorolkoztunk azon színházi városok közé, amelyek fesztiválra rendelkeznek, meg az egy olyan fesztivál, ez, ami azon úgy hiánypótló. Monodrámában, stúdiószínházban, ráadásul úgy, hogy külföldre is jönnek ide társulatok, előadások. Azt gondolom, hogy az országban nincs ilyen egyedülálló ez a dolog. Fenntartóként is, vagy fenntartó képviseletében is azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, mert hogy monodráma fesztiválról van szó, nem operákat, operetteket, műzikeleket mutatnak be, tehát ez pénzügyileg sem mindegy, hogy mennyiből gazdálkodik egy ilyen fesztivál, ez egy ilyen szerény kis fesztivál, de azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatú, remek produkciókkal, és hogy itt minden este találkoztam akár az előadókkal, akár a nézőkkel, mindannyian egyetértettünk abban, hogy ez egy nagyon kellemes, baráti, egymást megváró, beszélgetős fesztivál. Jó, hogy ilyen is van Tatabányán. Nem én. Egyáltalán nem produkáltunk gyereket. Teljesen gyerektelenek vagyunk, tehát teljesen haszontalanok. Természetesen röhelyes, de ugyanakkor undorító. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy mire megy ki. Mire megy ki meg? Aj, tudod, hogy mire megy ki. Nem, egyáltalán nem tudom, hogy mire megy. Hát majd én megmondom neked, hogy mire megy ki. My boy. Arra megy ki, hogy kivágjanak az apád ültetvényéről. És most mi tudjuk, hogy Big Daddy haldoklik rákban. Mennyire változatos értékeket vagy üzeneteket közvetítettek az előadásokon, ugye végignézte az összeset eddig? Ez a 8 darab, azt gondolom, hogy tényleg a színészetből, a drámából mindent felvonultatott. Tehát voltak itt 20. századi, most már klasszikusok, voltak nagyon-nagyon kortárs darabok, nagyon bonyolult, elsőre nehezen emészthető művek, de volt olyan is, ami egy ilyen habkönnyű, annyira nevetünk, hogy a hasunk is fájt, tehát olyan darabok is. Mindenki megtalálta a maga kedvére valót, azt gondolom. A vidéken és határon túl létrejött előadások sokszor egy évad alatt lefutnak, és mire a szakma felfigyelne rájuk, előfordul, hogy már nem is megtekinthetők. A Most Fest ezeknek a produkcióknak biztosít bemutatkozási lehetőséget. A Kecskeméti Katona József Színház Tennessee Williams Pulitzer díjas történetét hozta el a Tatabányai Színházba, Macska a forró bádok tetőn címmel. 3 felvonáson keresztül kísérhette a néző figyelemmel a hazugságaik szövevényes hálójába ragadt szereplők küzdelmét, ahol mindenki azt gondolja, hogy a fájdalmak elfolytásával meg vannak oldva a problémák. Hogy ez egy stúdió előadás, egy stúdió körülmények között létrehozott előadás, az mindig azért nagy kihívás, mert ott nem nagyon lehet idézőben színészkedni, hanem valami olyat kíván egy színésztől, amire valamikor a tanulmányai során, mondjuk ha az egyetemen tanították, amikor egy nagyon pici színpadon kellett megteremteni egy helyzetet. Tehát sokkal sűrítettebben és sokkal kisebb gesztusokkal, tehát látványosan kisebb gesztusokkal kell ilyenkor operálni a színésznek, és sokkal őszintébbnek kell lennie. Nem lehet hazudni, mert egy pillanat alatt lebukik, mert annyira közülül a néző, tulajdonképpen még a lélegzetvételünket is hallja, hogy, és ettől intimebb, hogy szokás mondani, egy stúdió előadás, így aztán sokkal koncentráltabban és feszültebben és sűrítettebben kell játszani, és rendkívül őszintén. Szeretném, ha elvesztenéd a látványodat. Ha így történne, enyhítene Szent Margit mártíromságán, de nincs ilyen rohadt szerencsém. Én tulajdonképpen azt hiszem, hogy te jobban nézel ki, amióta az üvegre mentél. Igen. Ha valaki nem ismer téged, azt gondolhatná, hogy soha nem volt egy feszült ideg a testedben. Egy megfeszített izom.
Azt gondolom, hogy a Crespo Rodrigo, akivel tulajdonképpen szinte együtt végeztünk a Színművészeti Egyetemen, az igazgató úr szerintem nagyon-nagyon jól döntött, hogy létrehoztak egy ilyen fesztivált. Már csak abból is látszik, éppen pár szót váltottam az igazgatóval az előadás után, hogy ezt az előadást is például beválasztották a posztra. Tehát jó szemüveggel, ha úgy tetszik, és figyeli az előadásokat, és szerintem nem azért, mert most jelen voltunk itt, hanem hogy végignéz a programok színe javát, azt gondolom, hogy az a szempont, amik alapján ők válogatnak, az igenis értékes, és egy olyan szakmai és művészeti színvonalat képvisel ma Magyarországon, ami kár lenne, hogyha nem lenne ez a fesztivál. Hát tulajdonképpen a címe azt sokszor, sokféleképpen fejtegették már benne játszó személyek is. Én talán itt a nőiesség, nőiségre utalhat, az lehet egy megfejtése. Mindenkinek azért ezt rábíznám a megfejtését arra, aki végignéz egy ilyen előadást, de azt hiszem, hogy ahogyha csak egy arra képre gondolok, hogy a macskák ott mit csinálnak, a forróbádok, tehát hogy nyújtózkodnak, civakodnak, és hát nem mindig a jón és a szép dolgon törik a fejüket. Enyém, ó Istenem, hát ez mindeni álma, ó, álma valóra válik, Istenem, megyek, megmondom neki, mielőtt, megyek és meg akarom mondani neki, mielőtt aludni megy, hogy az álma valóra válik. Istenem, és Blik, egy gyerek az segíteni fog, hogy összeszed magad és abba hagyd az ivást. Ez egy érdekes dolog, mert nem tudom, hogy mennyire a sekélyesség és az elhallgatás az mennyire lehet egyenlőségélet vonni közéjük. Mert vannak, akik, hogyha szóval elhallgatunk dolgokat, mi mindannyian az életünkben elhallgatunk dolgokat, szerintem mindannyian. És ez nem feltétlenül sekélyességet jelent, inkább csak valami olyan megoldatlan dolgot, fel nem dolgozott dolgot, amit persze egy olyan társadalomban, vagy olyan közegben, vagy bármikor máskor meg tudnánk beszélni, de valamiért sem, miért sem sikerül megbeszélni, hanem elhallgatjuk inkább őket. Ez lehet egy érzelmi intelligenciának a hiánya, de csomó minden más dolog lehet. Egy házasság is egy idő után tulajdonképpen elfárad, és aztán nem beszélünk meg dolgokat. Ez nagyon emberi tulajdonság szerintem. Temesvárról érkezett a Tesztoszteron stúdiószínházi produkció, egy zenei betétekkel tűzdett vígjáték, melyben 7 férfi, köztük egy felszarvozott vőlegény beszéli ki a nőkkel kapcsolatos, túlnyomó részt negatív tapasztalataikat. A néző az egymást átszóvő történeteken keresztül kap betekintést a férfiak rejtett titkaiba. Semmi, valószínűleg végül is csak elállj. Bent akarták tartani megfigyelésen, de megmakacsolta magát. Szerencsénkre behoztak egy villamosaló kiszedett ember. Nagy zőrzavar lett, mi meg közben súly, leléptünk. Valami innivalót? Pizzérú! Igen? A fiam azt kérdezte, hogy akadna-e esetleg valami innivaló. A színházunkról annyit, hogy egy fiatal, lendületes társulat vagyunk, akik jó pár éve már a romániai, mint a magyarországi színház évonába próbálunk jelen lenni. Több előadásunk van, amelyel részt vettünk különböző helyszíneken, különböző fesztiválokon, illetve hát most nem a díjakról szeretnék inkább beszélni, hanem arról, hogy maga a társulat egy jó csapat, egy összetartó csapat, aki alkalmas bármilyen darab előadására. Ezt bizonyítják azok a rendezők is, akik megfordultak nálunk, nagyon változatosak, egészen Szerbiától, Románián keresztül Magyarországig nagyon sokan jönnek hozzánk, és szívesen rendeznek, illetve szívesen is visszatérnek hozzánk. Pozitívumokat tudna mondani a stúdiószínházról, mitől jó?
A Stúdió Színháznak az az előnye, ami a hátránya, az, hogy közel van. Nem lehet hazudni a stúdióban, nem lehet a szemnek a rebbenését sem eltakarni, nem lehet semmiféle mozdulatot úgy eltakarni, hogy ne látszódjon. Éppen ezért olyan, mintha mesztelenül játszana az ember tulajdonképpen, és ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egy színész kitárulkozzon, megmutatkozzon. Ugyanakkor minden apróság, minden hiba is látszik, ezért nagyon kell vigyázni rá. Nagyon kényes, törékeny műfaj. Hét férfi vajon miről tud beszélni? Természetesen a nőkről. Egy nő az indító oka az egész beszélgetésnek, és pedig az, aki egy esküvőn kimondta a nem boldogító nemet. És ez a nem után összegyűl a hét férfi, aki különböző szemszögből, meg álláspontokról próbálja elmondani a nő-férfi viszonyt. Természetesen férfiakról és nőkről egyaránt van, szó van ebben az előadásban, de ami fontos az, hogy egy csapat verődik össze, egy szedett-vedett társaságból végül is egy baráti társaság lesz a végére, ami egy kicsit keserű szájízű happy end-el végződik. Mindezt fűszerezzük zenével, a társulat szinte minden tagja játszik valamilyen hangszeren, és ezt kiaknázva különböző magyar slágereket, mostani, illetve régebbi slágereket tettünk be az előadásba, amelyek hangsúlyozzák egyes szereplőknek a karaktereit. Ebben nekünk tapasztalatunk, ugyanis a Temesvári Színháznál van a TESZT Fesztivál, a Temesvári Euróregiós Színházi Találkozó, ahová a régióból, értem ez alatt Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Montenegro, Románia, és minden előadás után bizony van közönség találkozó, ahová meghívjuk az alkotókat, reményeink szerint, akik el tudnak elsősorban a rendezőket, de díszlet, jelmeztervezőket is, és ebben nekünk már van gyakorlat. És ezek a beszélgetések nagyon fontosak, mert az előadóknak is elmondják tulajdonképpen, hogy hol tartanak, hogy mennyire érkezik meg az az üzenet, amit el szeretnénk mondani, hol is tartunk mi tulajdonképpen saját magunkkal, tehát nekünk nagyon fontos lenne a visszajelzés, és mivel van gyakorlatunk benne, én azt hiszem, hogy szívesen állunk elébe. Én megdíjazom minden olyan fesztiválon, ahol van találkozás a közönséggel, hogy ezt megmerik tenni, mert ehhez kell egyfajta bátorság is. Bátorság a szervezők részéről, de ugyanakkor a bátorság a közönség részéről is, nem beszélve az előadókról, akik egy előadás után sok mindenre gondolnak, de már az előadásra nem igazán szeretnének gondolni. A fesztivál idén több kiegészítő programmal bővült azoknak, akik egy kis szünetre vágytak az előadások forgatagában. A színház történet izgalmas időszakáról, a Front Színház működéséről és kiemelkedő alakjairól a Jászai alsó szintjén olvashatnak és tájékozódhatnak az érdeklődők. Az első világháború időszakát foglalja össze, az első világháború alatt a Front Színházat, illetve a Hadifogoly Színházakat mutatja be Magyarországon, illetve egy kis ízelítőt ad azokból a dokumentumokból, amik megmaradtak ezekből az időkből. A Front Színházat, azt hogyan képzeljük el? A Front Színház, amikor a magyarországbeli színi társulatok kimentek a harcoló katonákhoz, és ott tulajdonképpen egy kis erőt adtak, művészetet adtak azoknak a katonáknak, akik az első világháborúban harcoltak. Hideg barakokban, öltöző nélkül adták elő azokat az előadásokat, amiket a katonák nem láthattak. Elgondolni is szörnyű, és egyébként ez a videó, ami a kiállításnak egy része, ezt mutatja meg, hogy tulajdonképpen vérben, hóban, fagyban harcoltak, miközben ugye volt egy kis honvágyuk,
kitartást adott a színház, hogy mégiscsak lesz valamikor béke. Kultikus alakok, színészek vonultak be a Vörös Kereszthez, hogy segítsék a katonákat. A kiállítása az Országos Színház Történeti Intézet kiállítása, egy utazó kiállítás, akivel nagyon jó a kapcsolata a színháznak, több kiállítást hoztunk már tőlük. A fesztivál utolsó előadásai előtt a beszélgetésekben egyre nagyobb szerepet kapott a díjazottak kérdése, hiszen mindenki kicsit más szemmel figyelte a darabokat. A mostani volt a délutáni a harmadik, csütörtökön láttam kettőt, remélhetőleg ma fogom a másodikat is, és holnap is kettőt. Az érzéseim azok vegyesek, tehát a csodálattól kezdve az érzelmi gyötrődés, ugye most az Egy asszonyt láttuk, ami egy nagyon, nagyon ütős darab, és a színészi játék, színésznői játék, Tenki Réka is egy csodálatosan adja át nekünk ezt a darabot, úgyhogy keverednek az érzések rendesen. Tehát nagyon örülök, hogy láthatom, de közben meg amikor az ember a könnyeivel küzd vagy sír, és az előadás végén a papír zsebkendőt elefújja, azért ez kemény így érzelmileg. Én szeretem nagyon mind a két stílust. Ugye a monodráma, én azt gondolom, hogy mikor egy ember oda kiáll, és hosszú perceken, egy órán keresztül egyedül végigjátsza, végigmondja, a néző figyelmét magához ragadja, ez valami csoda. Tehát aki ezt így meg tudja oldani, tehát én ezt nagyon szeretem. A stúdiós játékokat, ott szintén az ember közelsége, tehát úgy érezzük magunkat, hogy bennülünk a színdarabban, ahol ugye többen játszanak, tehát én azt gondolom, hogy az talán egy picit könnyebb, de idézőjelben egy könnyebb műfaj, de hát azért ugyanolyan nehéz. Tehát egy nagy színpadi előadáshoz képest, ahol a 20. sorba is ül a néző, és ott már az arcjátékot, a mimikát nem látja, azért egy ilyen stúdió előadásnál ez jobban kijön. A zsűrinek szerint mennyire lesz nehéz dolga az értékelésben? Nagyon nehéz lesz. Épp most barátokkal beszéltük, hogy tavaly sem volt könnyű. Ugye tavaly volt az első Mono Most Fesztivál. Akkor is nagyon jó darabok voltak, kemény előadások. Jó kérdéseket feszegettek, mind az idejek is, és én akkor is hallottam, hogy a zsűri elég nehéz körülmények között hozta meg a döntését, és most is. Tehát én nem is tudom elképzelni, hogy mi alapján rangsorolnak, vagy hogy fogják egymást meggyőzni, hogy figyelj, most akkor ez az előadás legyen az első. Nagyon nehéz lehet. Eddig nagyon jók a tapasztalataink, hála Isten a jegyek elmentek, ugye minden előadás tele volt, ez már nekünk nagyon nagy eredmény, reméljük, hogy egyre jobban hozzászoknak, és már várják jövő évben a harmadik fesztivált majd, reméljük, hogy meg tudjuk rendezni, mert ilyenkor már mindig azon gondolkodunk, hogy mit változtassunk a következő évben, de hála Isten jó hangulatban telik a fesztivál. Nagyon visszafogottak, mi nem is akarjuk a munkájukat befolyásolni, azt beszéltük meg, hogy vasárnap a két előadás között fognak összeülni egy előzet megbeszélésre majd utána. Bátornak tartják a válogatást, és nagyon örülünk, hogy aktívan részt vesznek benne, ők is kérdeznek a szakmai beszélgetéseken, és jó visszajelzéseket kapunk tőlük, de mondom, semmiben nem akarjuk befolyásolni őket. Hála Isten, hogy a zsűri nagyobb része ezeket az előadásokat még nem látta, de hát nincsen semmiféle prekoncepciója és összehasonlítása alapja azzal kapcsolatban, hogy az eredeti helyszínen milyen lehetett ez az előadás. Igen, pont erről beszélgettünk fel, hogy talán színetár tanárul ez, aki mióta az eszemet tudom, mindig zsűritag volt valamilyen ilyen hasonló fesztiválon, és mindig elmondta, hogy a standard mondatot, hogy nincs könnyű helyzetben a zsűri, és már én is jó pár zsűrin túl vagyok, és csak ezt tudom mondani, hogy valóban nem vagyunk egyfelől könnyű helyzetben, másfelől meg mégiscsak egy játék, tehát azt gondolom, hogy mi most négyen vagyunk valakik, majd hozunk valamilyen döntést, közösen hozzuk, tehát már most is sokat beszélgettünk, és majd még fogunk is. De azt gondolom, hogy összességében számomra egy fantasztikusan jó élmény volt, tehát akár a monodrámák tekintetében, akár a kamera előadások tekintetében szerintem tulajdonképpen bármilyen döntést hozunk majd közösen, akár a legjobb monodráma, akár a stúdió előadás tekintetében nem lesz igazunk, mert egy másik csapat, másik konstellációban nyilván máshogyan szavazni, és akkor egy másik előadás lenne. Ezzel azt akarom mondani, hogy szerintem fantasztikus előadásokat láttunk eddig, és bízom benne, hogy a hazatérés is így lesz, és egy nagyon izgalmas pár napon vagyunk túl. Nem csak,
Nehezen tudom elképzelni, papa, hogy téged gyaklak, te pedig vonyítasz, mint aki gyújtna! Temperamentumodat nem tőlem örökölt. Nem lehetne. Ne, hagyjuk, hoppá! Itt van az ágy. Gyere, ahogy szoktam. Reggel, ahogy szoktam. És legyen kis zene, apa. Zene, legyen kicsi zene. Átul, úgy, ott. De mit állsz itt? Tegyél fogas. Papa, ülő fogas. Én már fekszem. Jó. Nem álló lámpa, ülő fogas. Jó, rendben. Na, akkor. Reggel. Szerintem nem lehet összehangolni, tehát tudomásul vesszük, mint ahogy az egyikünk olyan szempontot mond egy darabba kapcsolatban, mondjuk negatívumként, ami számomra föl sem merül. Alkalmas, én nem is tudom elfogadni, tehát végighallgatva is azt tudom mondani, hogy én ezzel nem értek egyet, de tisztelem a másik véleményét, és azt a tényt is, hogy az igazgató úr úgy döntött, hogy mi legyünk azok, vagy ebben az összeállításban bennünket delegáltak azok a szakmai szervezetek, amikből mi vagyunk, és aztán mégiscsak közösen elfogadva a másik döntéset mondunk valamit, de azért mondom, hogy a produkcióknak azt üzenem, hogy ez egyféle döntés, egy másik csapat máshogy döntene. Lehetnek olyan fesztiválok, ahol ez nem így van, tehát azt lehet mondani, hogy itt világosan elvált az, hogy ki volt a legfantasztikusabb monodráma. Ez most nem ilyen, szerintem egyszerűen millimétereken múlik az, hogy ki melyik előadást tartotta izgalmasabbnak, melyik az, ami jobban megrendítette, melyik az, ami közelebb állt az intellektusához, a szívéhez, de szerintem egy nagyon jó válogatás. Tehát összességében nagyon mindenki csak nyert ezzel a pár nappal. A díjazott produkciók kilétére tehát csak később derült fény. A legjobb alakítás külön díját a már említett Egy asszony című előadásban nyújtott alakításáért Tenki Réka kapta. Monodrámák közül a Nagybőgőt, stúdiószínházi előadások közül pedig a Sóvirágot ítélte legjobbnak a szakmai zsűri. A Létezés eufóriája alcímet kapott darab egy 90 éves Auschwitz-Birkenau túlélő és egy fiatal táncosnő duettje, nem csak a színpadon, hanem a valóságban is. Szabó Réka rendezővel az előadás után beszélgettünk. Hát ez a Tünet együttesről van szó. Mi Budapesten vagyunk, egy kortárs, független táncszínházi társulat. Elég régóta létezünk, tehát több mint 10 éve, ami manapság szerintem a független színházi területen egy fantasztikus teljesítmény önmagában, hogy fönn tudtunk maradni ilyen hosszú ideig. Nagyon szeretek műfajok között barangolni, tehát tánc vagy szöveg, vagy vizualitás, vagy zene, vagy képzőművészet, az, amivel éppen kifejezünk valamit, az mindegy. Ezt általában a téma meghatározza, kiforja magából, hogy mi az a nyelvezet, amivel dolgozunk aztán a színpadon. Nagyon érdekel a színpadi nyelv újrateremtése. És ezért nagyon-nagyon különböző előadásaink vannak, és általában szeretek a humor és a dráma határán egyensúlyozni. Az első dolog, ami felütlött bennem, hogy ez a két ember hogy találta meg egymást? Hát rajtam keresztül. Évát régóta ismerem, Emesét is régóta ismerem, és amikor felmerült bennem az az ötlet, hogy Éváról szeretnék egy előadást csinálni, akkor nagyon hamar Emese jutott eszembe, mint partner. Azért, mert mind fizikálisan, mind szerintem valahogy arról, hogy a világról gondolkoznak, van valami nagyon erős hasonlóság, és ez később beigazolódott. Nagyon annyira gyönyörűen rezonálnak egymásra, hogy öröm nézni. Megcsinálom, amit
Beszéltettük Évát rengeteget az életéről, de például elég hamar volt ez a feladat, hogy mondtam nekik, hogy van az életük, tablója, és azon három fotó van, és kinek mi ez a három fotó az élete tablóján. És ezek gyakorlatilag az akkor elsőre kimondott három kép jelenik meg az előadásban is mind a két szereplőnél. És elkezdtünk rögtön a testtel is foglalkozni, tehát, hogy az Évának mi megy, mi nem megy. Ugye ő végig táncolta az életét, például rengeteget mutogatott olyanokat, hogy ő miket csinált gyerekkorában, akkor instruálta MS-ét, hogy figyelj, azt mi úgy csináltuk, hogy, és most ugorjál még nagyobbat, de ne úgy, hanem így, és szóval, hogy próbáltuk visszabújni abba az Évának a fiatalkori testébe, hogy az mit tudott, és hogy a mai testével mit lehet csinálni, mit lehet megcsinálni. Most Fest különleges témájú, formavilágú produkciók mustrája, ahol a színész sokkal közelebb van a nézőhöz, mint egy nagy színpadi előadáson. Éppen ezért a pillanat művészete, mely a személyiség erejével uralja a színpadot. A Jászai Mari Színház hagyományteremtő szándékkal létrehozott programja pedig szakmai és nézői visszajelzésekből ítélve is siker volt. Március 15-e alkalmából rendhagyó emlékműsort szerkesztettek a református gimnázium diákjai. Több mint 70 tanuló dramatikus játéka tette elevenné a 48-as forradalom első napjának történéseit, és jelenítette meg a Tatai főtéren létrehozva történelmi helyszíneket. Megjelent a Pilvax kávéház, a Piac tér, a Nyomda, a Városháza és egy családi ház pincéje Táncsics börtöneként szolgált. A 2-4 perces jeleneteket a szereplők a sorra érkező csoportoknak újra és újra eljátszották. Nagyon egyszerű módszert választottunk, előszedtük az 1848. március 16-17-18-ai napilapokat. És ami abban van, olyasmi. Még a piaci jelenet is olyan, tehát amiről nem maradt fönt feljegyzés, de a fordulatai, a durva kiszólásai például azok benne vannak a másnapi lapokban. Tehát nagyon próbáltunk autentikusak lenni. Nyilván egy-két karakter próbáltunk kiegészíteni, mert kevés volt. Nagyon érdekes volt, amikor azzal szembesültünk, hogy az elképzelt karakterek, amikor a gyerekek elkezdték élni őket, akkor
kerek karakterként, tehát hiteles személyiségként működtek, tehát úgy tűnik, hogy jól eltaláltuk egyfajta cinizmus, egyfajta nyergeséget, egyfajta rémülködést, ijegységet, egyfajta nagyon merev jogszabályokhoz való ragaszkodást, és így tovább, tehát a karakterek élhetővé váltak, és aztán utána mindegyik jelenet megkapta maga vázlatát, és ezt még ők feltupírozták, feldíszítették. Ugye egy szigorú szabály volt, hogy a jelenet belépő és kilépő pontja között a távolságnak olyan 8 percen belül kell maradnia az elhelyezkedés együtt, mert hogy ugye 11 csoport járja körbe, tehát 11-szer jönnek egymás után a csoportok, 11-szer adják elő egymásnak. A játék, illetve a forradalmi nap megjelenítése a Pilvax kávéházi színnel indult. A bécsiek forradalmat csináltak! A bécsiek egy jámbor bárányszerűd emberek! A bécsiek az ismert csörivók és rántott csirke evők! A bécsiek, akik a politikából csak annyit értenek, hogy a legjobb hallgatni! A bécsiek forradalmat csináltak! Metternich, a vénhet sakán menekül! Nyugalom, fiatalok, nyugalom! Kossuth azt kérte, hogy a szombati országos vásáron nyírassunk alá petíciót, hogy legyen 100 000 érve a változásra. Egész Európa mozog, és többet idő hosszas tanácskodásra, vagy halogatásra. Tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. De mit tehetünk holnap? Adjuk közre a petíciót. De az olyan jogászok, hosszú és értedetlen. Nem a Kossuth levelére gondolok. Tegnap összefoglaltuk 12 pontban, mit kíván a magyar nemzet. Petőfi úr, a Veltenyémi felereszte. De hát tudja, hogy... Maga nagyon sok vendéget mond ide. Billinger úrnak fontos, hogy maga csak alkosson. Fiatalság, bolondság! Mifél Sándor, rajta magyar, híja, haza, itt az idő? A forradalom indulója! Elébb állítsd a magyar talpra, aztán jöhet a rajta. Még ma éjjel az utasításait szerint kijavítom. Felolvasod? Ez kelleni fog holnapra, amikor kimegyünk az utcára történelmet csinálni. És ide még azt is vegyük bele, hogy a politikai státusz fogjuk szabadon bocsátással. Miért? Hány politikai fogoly van Budán? Egy vagy kettő? Mindegy. Jó hangzik, vegyük bele azt is. 13 pont? Akkor ezt a két követelést összevonjuk. Itt, meg itt, és már is 12. Akkor ha jókor van, holnap késő lesz talán. Akkor miben maradunk? Ma kikiáltjuk a forradalmat. Körben eljük az üzemet. Csatlakozunk a Dóri fiúság, aztán Pest megyét és Pest városát szólítjuk fel, hogy fogadj el a magyar nemzet követeléseit. Először az orvosi karra megyünk. Ha a katonaság lövet, kéznél lesz a segítség. Aztán a mérnök karra. Ők Pest legjobb verekedői. Utána a bölcsész kar, mert ők sokan vannak. A ti életeteknek a szabadság olyan, mint halnak a víz, vannak a rengeteg. Legyetek halni készek vére, inkább mint élni nélkülök. Uraim, a likőrök! Minden emberben nézve veszélyes a vállalkozás, amihez ma fogunk. De nagy a nemzet dicsősége, ha győzünk, ha elveszünk. Tetre! Ifjak, tetre végre! Verjük le a lakatot, mit sajtunk el szentségre, istentelen kézrakott! Életünk a hazáért! Kiderült, hogy Bécsben forradalom tört ki, és akkor a 12 pontot írtuk össze, és elindult a forradalom itt is Magyarországon. Milyen a hangulat? Azt hogy elevenítitek meg? Hát elég intenzív, erőteljes, szenvedélyes, olyan hazafias. Mint ifjak kell, hogy feltűnjünk a kávéházban, ezért utána néztünk, hogy hogy néztek ki akkoriban, és megpróbáltuk feleleveníteni. Ha látsz, hogy ez mennyi feszültséget és mennyi mindent fogott magukba, és milyen lelkesek voltak, és mindezt a hazáért tették. Először minden csapat választott magának helyszínt, és akkor először megpróbáltuk magunkat beleélni, ugye megkaptuk a szöveget, megbeszéltük, hogy öltözzünk fel, hogy belepasszoljunk a témába. Sokat gyakoroltunk.
Szerintem ez nagyon jó ötlet, mert ugye nem a megszokott, amikor meghallgatjuk, felolvassák a szokott szöveget, amit minden évben szokott lenni. Helyette most egy újdonság, és egy kicsit interaktívabb lesz szerintem, és sokkal közelebb lesz az emberekhez, és talán jobban megérinti őket az események. Beleéljük magunkat, és egyé válunk a szereplőkkel, és ugyanazt érezzük, vagyis próbáljuk átérezni, amit ők akkor. Meg vannak bolondulva itt a népek. Fős alá rohangálnak a fiatal urak. Nem vásárolnak semmit, pedig szép a portéka. Azt hallotta a koma asszony, hogy reggel micsoda skandalunk volt a Koronaherceg utcában? Jaj, ne is mondja, az a sükei fiú. Kiment reggel, aztán valami pontokat kezdett mondani. De hát adag az Isten adta. Pedig valami papnak a fia. Mit kíván a mama magyar? Szóval néhányan megajánlották, hogy inkább az elmekortani osztályon volna a helye. De az valami spion volt, nem? Az ám, valami német spicli, hogy törje ki a nyavaja őtet is. Úgy elkergették Heisze, hogy a segét verte az Ina. És mik azok a pontok? Úri huncutság, az nem értünk mink azokhoz. Mit kívánna gazd uram? Valami jóféle lélekmelegítél, volna ebben az imankós időben. Na jöjjön csak közelebb, jól megszámolom magának a derék, magyar? Nehogy már itt akarjon szívóriumot venni, ezek csak köpni való vizek. Majd szombaton a vásárba, ha megint eljön az a panyolai csapláros. Gyötrelmes volt a tavalyi év, még nyári délben is szürke volt az ég. Nem is termett semmi. Ezek a pesti népek azt mondogatják, hogy még az íjségszikla is kilátszott a Dunából. Nyomorult egy évünk lösszöz is. De ezek a fiatal urak mit rohangálnak erre fel, mint a megkergült birka? Valami egyetemista urak. Petícióznak, valami kérelmet írtak. Biztosok a tanulnivaló, mög a tandíj. Hát meg így bőt időben már kevés a vígasság. Mondta is otthon a férjem, nehogy valami ribillióba keveredjek itt Rákoson. De én azt hallottam, hogy az urak Pozsonyban valami fontosat tárgyalnak. Fontosat? Nem fontosat. Mindig csak rajtunk csattan az ostor. De ez a Kossuth most arról beszél, hogy el kéne törölni az úri széket. Hát az jó lenne, mert az nem Istentől való dolog. A jó múltkor is elbitangolt a tehénket. Tudod, ha ezek tényleg még földet is adnak, én is beállok, még nemzetőrnek is. Ne bolondozz már! Kinek kellene érte a vén fejeddel? Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a 12 pont, pisson a nyomdából! Tessék, vegyék, vigyék, olvassák! Figyelem, figyelem! Itt a 12 pont! Vegyék, olvassák! 12 pont! Délután 3-kor 4 gyűlés lesz a múzeumnál! Jöjjenek petíciózni! Mit kíván a magyar? Délután 3-kor 4 gyűlés lesz a múzeumnál! Gyerekek, menjetek haza! Nem olyan idő járja most, hogy az utcán szaladgáljatok. De jegyezzétek meg, nagy napja lesz ma a magyarságnak. Esernyővel a kezünkben nem vívjuk ki a szabadságunkat. Fegyverezzük fel magunkat. Fel Budára, utánam! Én egy kofa asszony vagyok. A jelenet, amit előadtok, az micsoda? Ez egy piacról szól, ahol megláthatják, hogy a paraszt emberek hogyan élték meg ezt a március 15-i napot. Hát vásárolnak az emberek, vagy jönnek petíciózni. Hirdetik, hogy hol lesz népgyűlés. Hogyan reagál erre egy kofa? Mérges, mert elviszik a vásárlóit. Valamikor átalakul ez az érzés forradalmivá? Igen, amikor föltűzzük a kokárdákat. A gyerekek nagyon ügyesek voltak. Hát így elcsíptünk az órából egy fél órát az órákból, hiszen tanítom a gyerekeket, akik ugye itt a piac téren adják elő a jelenetet, és mondom, az órákat sikerült erre felhasználni. Kellett-e valami több, mint ami a tankönyvben benne van, mint amit eddig megtanultak március 15-éről? Hát nyilvánvalóan azért kellett átérezni inkább a kornak, ennek a csodálatos korszaknak, mint március 15-e jelent, és a reformkor és az utána jövő forradalomnak a korszaknak beleélni magukat, nyilvánvalóan. És hiszen ezekről, hogy a mindennapi ember, egy gazda, egy kofaárus, hogyan éli ezt át, ezt azért meg kellett egy kicsit beszélni, de nagyon ügyesen
átszellemültek a gyerekek. Miért jó ez? Ez a fajta megemlékezés szerinted? Egyszerű a válasz, sokkal közelebb hozza az adott korszakot, sokkal jobban bele tudja élni a gyerek magát, a diákok magukat, sokkal jobban át tudják élni, és talán ezáltal magukénak is érzik jobban ezt az örökséget, amit Petőfiék, Kossuthék, Széchenyiék ránk hagytak. A következő szín a Landerer nyomda volt, amelyet a Fischer házban rendeztek be. Á, Landerer úr, ahogy kérte, tegnap kétszeres papírmennyiséget áztak minden. Kiszedjük, amire nem lesz szükség. Lassan, tegnap bizalmas forrásból megtudtam, hogy ma rebellió lesz a városban. Ide érnek mindenféle firkászok, és valamit ki akarnak nyomtatni. Ahhoz kellhet a papír. És ha ide jönnek, mi mit csinálunk? Hát maga csak maradjon az eszénél. Ha kevesen jönnek, megverjük, és elkergetjük őket. Ha sokan jönnek, engedelmeskedünk. Isten neki, csinálja, amit akarnak. Már jönnek is. Sokan jönnek. Adjon Isten, Landerer polgártárs! Nyomtassa ki ezt! Mi ez az irat? Ez a magyar nép óhajtása. Nyomtassa ki! Lehetetlen, nincs rajta az engedélyezés, hiányzik a centorpecsékkel. Most mi lesz? Foglalják le egy sajtót. A nép nevében lefoglalom. Erőszaknak ellent nem állhatok. Glucci úr, tegye, amit az urak kérne. Kérem, hogy azért zárjál. Sándor, kérem a nemzeti halat is. Nincs nálam kézirat, én ezt fejből mondom. Akkor így leemlékezem fel. Talpra magyar, hi a haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés választhatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Petőfi úr, elkészült az első példány. Délután 2-re készhez 3000 a gépek, tovább is működnek. Az 1848. március 15-én kiírt sajtószabadság első nyomtatott példánya, és így a magyar nép első lélegzete. Osztátok ki a röplapokat, aztán küldjétek haza az embereket ebédelni. Délután 3-kor népgyűlés a múzeumnál. Én elviszem a múzeumba, ott a helye. Én beszélek bajzőigazdató, hogy ez este. Már nem változják, csak az építet. Meg laborfalvi rózsa kell a színpadra, igaz? És kiállott volna ellen, ezren és ezren valán. És minden arcon, minden szemen rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja, oda tört a sajtót és a zárját lepattantotta. Szabad sajtó, már ezentúl nem féltelek nemzetem. Szívedben a vér megindult, és élet a fél volt tetem. Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Petőfi úr forradalmi verse. Délután 3-kor népgyűlés lesz a múzeumnál. Petőfi úr forradalmi verse. Éljen a magyar szabadság! Jöjjenek az urak! Hát most azt játsszuk el éppen, amikor március 15-én a nyomdában, ahogy a márciusi fiak idejöttek, és mi engedelmeskedtünk, hogy kinyomtassuk nekik a 12 pontot. Akkor játszunk most egy kicsit, remek volt az alakításban. Korabeli újságíró vagyok, mondd el, mi történt itt. Hát igazából ugye kitört a forradalom, idejöttek az ifiak, és egy sajtót kellett lefoglalniuk, hogy ki tudják nyomtatni a 12 fontot, és mi melléjük álltunk, és így engedelmeskedtünk nekik. Miért kellett engedelmeskedni? Hát igazából, mert mi velük vagyunk, csak úgy a törvény miatt, úgy papíron nem, de egyébként igen. Milyen volt készülni erre a játékra? Hát elég vicces volt. Még így kellékek, meg ilyesmi nélkül, és akkor sokat nevettünk. Valahogy március 15-e egy kicsit másképp látszik-e most benned, mint korábban a tanulmányaid során?
Hát igen, talán most egy picit jobban így átélem, mert ugye szereplünk benne, és akkor így próbáljuk visszahozni azokat a régi ilyen emlékeket. A székesfővárosi városházát a tatai polgármesteri hivatalban rendezték be. Két szereposztásban is játszották az ott történteket. Az egyik jelenetben Bene Balázs, a másikban Beró Henrietta alpolgármester asszony volt, Pest városának szívbeteg polgármestere. Nagyon szépen köszönöm a felkérést a Református Gimnáziumtól. Nagyon jól esett, hogy azt gondolták, hogy szívesen részt vennék ebben a programban, hogy a gyermekeknek interaktív módon mutassák meg 1848. március 15-ének eseményeit, és nagyon nagy örömmel kapcsolódtam be. Nagyon kedves és frappán szerepet kaptam, Bene Balázzsal felváltva játszuk polgármester urat, aki lényegében szívbeteg, próbál az eseményektől távol maradni, ezért az alpolgármestere bízza rá az aznapi történéseket, de a végén ő lesz a feszültség megoldója, és mégis lepecsételi a 12 pontot. Nagyon nagy élmény volt a gyerekekkel próbálni, nagyon aranyosak, nagyon ügyesek, hihetetlenül mozgékonyak, nagyon gyorsan tanulnak, és egy tényleg felemelő élmény volt, úgyhogy köszönöm a Refinek, hogy ebben részt vehettem. Eddig nem volt ilyen formában március 15-i ünnepség. Mindig megszoktuk, hogy egy osztály felkészül, bemutatja a műsorát, átvérezzük az eseményeket, megtapsoljuk, de nem saját élménnyel távozunk arról az eseményről, csak is azok, akik szerepeltek benne. Így minden tanulót bevonnak, a gyerekek külön készülnek minden eseményre, ugye 6 helyszín van, Táncsics kiszabadításától kezdve a Pilvax kávéházig mindent bevontak, az egész Kossuth teret, az iskolát, az önkormányzatot, és én azt gondolom, hogy ez sokkal jobban megtanítja a gyerekeknek, hogy március 15-e szelleme miről szólt, hogy mi az, hogy szabadnak lenni, hogy mi az, hogy együtt, egymásért küzdeni, és az országért is tenni. Én Szepesi polgármester úr vagyok, Pestnek a polgármestere, és ugye egy ülést játszunk el, amiben ugye betörnek a Petőfiék, a szabadságharcosok, és a 12 pontot megmutatják nekünk, és azt én a végén lepecsételem. Milyen az érzelmi hullámzás ennek a jelnek? Hogy ül le a testület, és aztán milyen nyomásnak engedve? Tehát érzelmileg hogy mentek végig ezen a jelenten? Hát mindenki utánam ül le, mert ugye én vagyok a polgármester, és bejön a csőcselék, ugye a szabadságharcosok, és ott egy kicsit hát haragos a helyzet, mert ki akarják dobni az egyik képviselő urat, aki eléggé, hát hogy mondjam, tisztelettudóan viselkedik, mert ugye a törvényt akarja követni, de én ezt megakadályozom és lepecsételem a 12 pontot. Szepesi polgármester úr, tiszta szívéből akadályozza meg és pecsételi le a 12 pontot, vagy nyomásnak enged? Mit gondol magában? Hát inkább nyomásnak engedek, hogy ne hajtsák ki mellőlem a képviselő urat. Hogyan készültetek erre a jelte? Együtt készültetek, külön-külön, utánaolvasással? Hogy történt a rákészülés? Hát szerintem mindenki készült külön-külön is, de már elpróbáltuk ezt a jelentet itt is többször, meg az iskolában is. Mit jelentett ez mondjuk az osztályotok szempontjából, a közösség szempontjából, hogy ez egy ilyen játék? Hát nem tudom, én nagyon örültem, hogy megkaptam a szerepet, és szerintem mindenki örült, hogy eljátszhatjuk ezt a többi iskolatársunk előtt. Mit gondolsz, miben más ez érzésben nektek, fiatal felnőtteknek már lassan, mint egy iskolai ünnepség, ahol végighallgatjátok az egészet? Itt nem csak hallgatnunk kell, hanem játszanunk is kell, és szerintem ez nem is annyira unalmas, mert így több helyszín van, és így többet tudnak látni a diákok. Másképp gondolsz március 15-ére, mióta ezt játszátok? Hát, talán igen, mert így legalább bele tudtam élni magamat. Üljenek le! Uraim, üljenek le! Polgármester úr, mi ez a zavargás? Uraim, az imént beszéltem Rosenbaum őrnagy úr futárjával. Na végre, akkor most már rend lesz. Uraim, a katonaság tétlen marad. Nincs felső utasításuk, így nem csinálnak semmit. De hát a lárvászok ide jönnek, a múzeumnál népülés volt, most pedig ide hozzák a petíciót. Mit tegyünk, ha betörnek a városházára? Én az országgyűlést nem nyitom meg, így semmi sem hivatalos. A szívem nem bírja az izgalmakat. Herr Rottenbühler, alpolgármester úr, ön vezeti a tanácsot.
Pest város tanácsgyűlésének az ajtaja évszázadok óta zárva van, és ez ma sem lesz másként. Pest város szenátusa örömmel fogadja Pest város népét. Az ülés ezennel nyilvánosnak nyilvánítatik. Jó napot, kormányzat! Maguk berontanak ide, az utca sarát hozzák a terembe, így nem lehet tárgyalni azonnal kifelé. Uraim, önök a szabadság első testvényének a szabadság leheletét hozzák. A nép nevében kérjük, hogy Pest város tanácsa sajátjaként fogadja el a 12 pontot, és folyamodványként küldje meg az országgyűlésnek. Na de mit kér a nép? Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését, felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlést Pesten, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereg. Az helyes, akkor lesz a figyel a rendre. Az csak jó, ha a katonaság nem mutatkozik az utcán. Még mit nem? Fegyverezzük fel ezt a csőcseléket! Amit a polgártárs mond, az a magyar nép, és követeli a közös terviselést, urbéri viszonyok megszüntetését, képviselet esküdjék egyenlőség alapján. Nemzeti Bank, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdélye! Uraim, a nép szava Isten szava, mindazok, amiket itt elősoroltak, kis különbséggel Pest város sajátja. Tudniillik, ennek egy része követutasításként már adva van Pest város követének, a többi pedig adva lesz. Amit kérnek, abban Pest városa semmit sem tud tenni, de a támogatásnak nem látom akadályát. Én, mint rólam tudják az urak, a közúnak nagy barátja vagyok, de engem nem lehet kényszeríteni. A tanács most a pontokat zárt ülés keretében megtárgyalja, addig az urak várakozzanak az ajtó előtt. Nem várunk tovább, eleget váltunk 300 éve. Az ablakokat! Nyissátok ki az ablakokat! Hadd hallják, mit zúg a tömeg! És most következik a közünkért küzdő képviselő kihaigálása az ablakon. Hát! Állj! Jegyzőkönyvbe kérem venni, hogy Pest város szenátusa egy akarattal és egy szívvel elfogadta a nemzet óhajtásait. A kéréseket az országgyűléshez intézzük. Bizottmányának a közben fenntartására és a nemzeti őrsereg megszervezésére. Választmányt küldetik Budára a helytartó tanácshoz, a cenzúra megszüntetésére és Táncsis Mihály szabadságának kieszközlésére. Gyertek urak! Még egy győzelem vár ránk! Jöjjenek csak, jöjjenek velünk! Az egyetemi színhelye a református gimnázium volt. Utána a fiatal forradalmárok Táncsics börtönéhez vonultak a Kocsi utcába. Professzor úr, elnézést a késésért! No, az elkéső fiatal urak. Tegnap megint sok helyt ünnepelték, Szatmárinél Farkasúly zasszony idéztetét. No, milyenek, csendesen, hadd folytok ma lesz. Szóval a Placetum Regium, azaz a királyi tetszvényjog, Jus Placeti Regii, az az állami jogkör, mely szerint a római pápától érkező összes hivatalos dokumentumok, illetve levelek, legyenek azok pár dogmatikus témájúak, vagy egyházfegyelmiek, tehát a bódák... Hallotta? Petőfék a forradalmat csinálnak. Forradalmat csinálnak? Megyünk mi? Igen. Mit pusmognak az urak? Így nem lehet felkészülni a szigorlapú vizsgákra. Professzor úr, a Corpus Juris helyett inkább arról beszéljen, van-e joga a méltóságos rektor úrnak megtiltani, hogy az egyetem polgárai bált rendezzenek, és azon mi is részt vehessünk? A tanári kar csak a katonaságtól védi a diákokat. Maga meg lázít. Magaviseletből elbuktatja a professzori kar. Üljön le! Szóval... Magyarországon ez a jogtól zsigon királynak... Ki a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok! Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Polgártársak, miénk a mérnök kar is? Ez Petőfi! Ez a forradalom! Ez a szabadság! Megyek veletek! Jobban tennék az urak, hogyha inkább leülnének a helyükre. Nem tanulom tovább a históriát, hanem én írom a történelmet. Nem értek el az universitás, mikor az univerzumot. Professzor úr, ne állja az utunkat! Ott áll majd a krónikákban a neved, pesti ifjúság. A hon a halálórában benned lelte orvosát. Míg az országgyűlés ott fenn, mint szokása régóta, csak beszélt nagy sikertelen. Itt megbondult az óra! Viva! Fiatal ember, mégis mit képzel magáról? Petőfi úr, ez a kokárda heraldikailag téves, ugyanis a kokárdát belülről kifelé kell olvasni. Ez egy olasz kokárda. De csinos! Menjenek uraim, de viselkedjenek nemes magyar ifjakhoz illően, és cselekedjék meg, amit megkövetel a haza. Utána mit, jussák? Gyerünk! Indulás!
előadást tartó professzort alakítok, akinek az előadását megzavarja Petőfi Sándor és az őt követő Március ifjúság. És köztünk vannak olyan diákok, akik már kezdetben az előadói teremben ültek és figyeltek, míg mások késtek, mert valószínűleg tudtak arról, hogy esemény fog zajlani. Hát ez skandalum. Hogy viselkedik a professzor? Természetesen felháborodva, mert én egy komoly ember vagyok, egy komoly témáról beszélnék, megpróbálnám a leendő ifjúságot nevelni valamire, és egy forradalom teljesen keresztbe húzza a számításaimat. Egy egész országnak a sorsa megváltozik. Milyen érzésekkel fogadja a professzor a bejövő fiatalokat, és milyen érzésekkel engedi el? Van-e valami változás a kettő között? Természetesen van változás, ugyanis, mint ahogyan láttuk és ahogyan tapasztaltuk az állammal kapcsolatban is, a felsőbb hatalom enged a nép szavának, ugyanúgy a professzor úr is enged a diákságnak és így a népnek a szavának. Párhuzamot lehet a kettő között vanni. Oké, enged. Na de mi van a lelkében? Lelkében gondolom félelem, hogy mi történik akkor, hogyha a diákok azt fogják csinálni, amit azt hiszem a mérnöki karon, hogy defenesztrálták a professzor urat, aki tiltakozott. Ő ebben a rendszerben élt és elfogadta úgy, ahogy van. Ő nem egy fiatal ember, aki kiállna és kővel haigálna a tiltakozásképp. A viselkedése számodra milyen volt őt játszani? Kicsi megalkuvónak érzem magam sok tekintetben, szóval számomra nem igazán volt probléma megvalósítani ezt a fajta embert. Nekem nagyon tetszett, így mi is részesei lehettünk, nem csak a szereplők, mi meg vagyunk vele elégedve. Mit szólsz az iskolatársaidhoz? Gondoltad volna, hogy ilyen színészi kvalitásokkal bírnak? Én gondoltam, én ismerem őket, hála Istennek, és büszke is vagyok rá, hogy ilyen színvonalú előadást tudunk létrehozni. Mitől volt ez izgalmasabb, mint mondjuk passzívan végighallgatni egy megemlékező programot? Hát a megemlékezésben általában verseket szoktak előadni, ilyen szerepeket nem szoktak oda vinni a templomba, meg ez így sokkal közelebb hozta hozzánk ezt az egészet. Amikor elkészült ez az ékszerdoboz, amit Kossuth térnek is hívunk, és meghallottuk azt, hogy lesz kávéház is a helyszínen, ez indította be a vezérhangját. Kávéház, városháza, egyetem, hát jó gimnázium, egyetem, szóval ez itt most már majdnem jó. És akkor itt vannak olyan épületek még, ami ilyen kis csarnoknak is, nyomdai csarnoknak is jó lenne. Pince biztos, hogy van a Kossuth tér környékén, és akkor még egy piasztér, hogy kimozgassuk, hogy adta magát a tér, hogy valami nagyon méltó tartalommal töltsük meg. És azt mondtuk, hogy március 15-én, ami arról szól, hogy birtokba veszük a magunk történelmi idejét és valóságát, március 15-én akkor mi vegyük birtokba ezt a teret. És valóban, hogy az ember itt most körbenéz, látja, hogy áramlanak, az egyik osztály jön, a másik megy, az egyik csoport jön, érkezik, és helyszínek vannak, és a helyszínek élnek. És akkor kollégákkal megbeszéltük ezt a dolgot, és adták magukat hozzá, talán érdemes felsorolni a neveket. Az egyetemi helyszíngazdája Muhi Barnabás tanár úr, a Pilvax az enyém lett, az osztály választotta ezt a helyszínt, hogy ők ezt akarják megcsinálni. A piaszteret Nagy Dániel tanár úr vezeti, a nyomdai helyszín az Mahler Márta tanárnőnek a rendezése. Nederman Katalin rendezte a városházát, és a börtön pedig Szakál Ferenc tanár úr menedzseli. Milyen hullámot, érzelmi hullámot indított el ez a vezérhangja az iskolában? Hát 6 tanár, 72 diák. Tehát 326 gyermekünk van jelen pillanatban, ebből 72 diák, közel több mint 5-öde vesz részt a műsorban magában. A titkolózás, a készülés átragadt a többiekre is. Volt egy nagyon feszült várakozás, és egy nagy izgalom, hogy meg tudunk-e feszülni ennek. Nagyon jó volt az, hogy a környék is adta magát hozzá. A polgármester úr első szóra adta a városházát. Hát mi kértük, hogy ő játssza a polgármester szerepét, ez most elfoglaltságomért nem adhatom meg, de Beró Henriatta a polgármester azt mondja, hogy beállt, és polgármesterként, vagy helyettes polgármesterként ő fogja a pecsétet rátenni az ifjak követelésére. Aztán a kávéház Gottwald úr, aki rengeteget segített megint, hogy a mai napra már kávéház hangulatunk legyen. És azt kell mondanom, hogy próbáltuk mi osztályba is. A gyerekek ott is belevitték a tüzet, de azért egész más. A csarnok, a kandalló, ahogy az úrra jut a kandallón, és itt tovább. Tehát ezek olyan varázslatok lettek, azok az asztalok mégiscsak mások. Fel lehetett ugrálni az asztalra, de a millió maga egyfelől, másfelől meg az élet. De ez a kettő találkozik most szerencsésen. Milyen hatással volt ez a közösségre? Hát én az arcokat láttam most így elsőre, de szóval a kamerák sokkal jobban látják nálam.
De én azt láttam, hogy a reggeli egy kicsit ilyen részben várakozás részben, pedig hát ilyen reggeli állapot, az kezd eltűnni, és élni kezdenek az osztályok, a közösségek. A szereplők meg hát kifejezetten, tehát menet közben érződik, hogy kattannak át egy emberek viszonyai, tehát érezni lehet benne a teremben, hogy most itt megváltozott két embernek az egymáshoz a viszonya, mert muszáj volt együtt jól dolgozni. Azért azt megtenni, vagy hogy az megtörténik, hogy a Pilvax kávéhez jelenet végén ugye a pincér hozza a likőröket, és a srácok felkiáltanak, hogy a srácok, lányok, itt lányok játsszák a szerepeket, de nem tűnt fel senkinek. Mm-hmm. Tehát amikor elindult a jelenet, akkor azt vettük észre, hogy már nem számít. Tehát ott vannak az ifjak. És azt mondani, hogy életünk a hazáé. És ezzel a lendülettel indulnak ki, miközben arról beszélnek, hogy le fognak lőni minket, és hogy veszélyes a vállalkozás. Életünk a hazáé. Tehát, hogy ez így el tud hangozni, és ezt megélik, és hogy mennek. És például nem látok abban gondolt, hogy zászlót kell vinni, és úgy kell együtt, és együtt kell mozogni. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen valami egészen más élményt fog jelenteni nekik. Rögtön föl is adták a leckét, mert hogy akkor most ez minden évben lesz így ez az ünnepség, vagy hogy mikor ismételjük meg legközelebb. Nyilván majd értékeljük és végig gondoljuk. Hát, a városvezetés is megkérdezte, hogy és nem lehetne a város számára is megnyitni. Majd fogunk ezen még foglalkozni jó sokat. Most a gyerekekben volt egy nagy lendület és nagy tűz, ez biztos.